Hello mindenkinek, Rafanir vagyok. A mai videóval egy nosztalgikus utazásra viszlek titeket a játéktermek világába. Fiatal koromban javában zajlott a játéktermi láz. Ezek voltak azok az idők, amikor az ember pénzbedobós játéktermekbe járt. Különböző változatos retro régi játékokat, vagyis mostanra már réginek számító játékokat játszani. Ezeknek pici maradványai az ország pár részében még éppen fellelhetők, de már elenyésző mennyiségben. Nem úgy, mint Japánban, ugyebár, ahol még javában zajlik a játéktermiláz, és valószínűleg nem is fog egyhamar csillapodni. Az első japán nyaralás és utazásom során készítettem is videót erről, majd nézzétek meg! Na szóval hazámban is volt egy nagy időszak, amikor még nagyon-nagyon ment ez a játéktermesdi. A gyerekek szabadidejükben mindig jártak ide fénypisztolyos játékokkal játszani, változatos arcade játékok, verekedés játékok, volt itt minden. Hatalmas élmény volt nem csak játszani ott, de egyáltalán leállni egy másik játékos előtt, és nézni, ahogy játszik. Hiszen ebben az időben nem volt ilyen, hogy YouTube, de még internet se. Tehát nem volt rá lehetőség, hogy mondjuk megnézzünk egy-egy végigjátszást. A végigjátszás olyan volt, hogy vagy te játszottad végig egy játékteremben, vagy esetleg volt olyan szerencsét, hogy egy másik játékos játékát végignézted. Így hát éppen ezért elég sok ilyen játék volt, aminek sose láttam a végét, vagyis mostanra már láttam, de akkoriban nem. Volt úgy, hogy a pénztárcánk nem bírta a játékot, mert hát ugye az aprónk elfogyott a játék végigjátszásának olyan felénél, és hát sajnos félbe kellett hagynunk. Végig kellett várnunk a 10-től kezdődő visszaszámlálást, amiután beért a Game Over felirat. Mivel én kisvárosban élek a mai napig, ezért itt pláne nem volt ilyen lehetőség, hogy játékterembe járjon az ember, viszont a Pesten, vagy Debrecenben, vagy Nyíregyházán, vagy bármilyen nagyobb városban jártunk, akkor csak-csak beugrottunk egy-két ilyen plázába, és amíg a szülők intézték a dolgaikat, én és a tesóm egy kajálás után egyből mentünk a játékterembe, vittünk magunkkal a százasokat, dobáltuk be fel a gépbe, és játszottunk, ameddig a pénzünk bírta. Ha pedig el is fogyott a pénzünk, azért vártuk, hogy más-más játékosok érkezzenek, hogy legalább nézhessük, hogy hogyan játszanak. Így ment ez akkoriban. Lehetséges, hogy egy picit furának tűnik nektek, de akkor el se tudjátok képzelni, főleg számomra gyerekfejjel, ez micsoda élmény volt. Ezeken belül is igen nagy különlegességnek számítottak a lövöldözős fénypisztolyos játékok. Tudjátok, ezek azok a játékok, amikben mozognod nem kell, mivel a kamera és a szereplő úgymond folyamatosan halad, viszont a felbukkanó ellenfeleket, akik rád lőnek vagy rád támadnak, azokat szépen le kell lőnöd. Ezeknek számos verziója van, viszont amikor megismertem életem legelső ilyen játékát, az hatalmas élmény volt. Kezdődött az egész azzal, hogy az édesapám és a bátyám valamelyik nagyvárosba ment valami, nem is tudom miért, valamilyen ügyet intézni. És aztán tettek egy kitérőt egy plázába, és amikor hazaértek, tesóm ámultozva kezdett mesélni nekem, hogy játszott valami lövöldözős játékkal, fénypisztolyos játékkal, és neki is ez volt az első ilyen élménye. Szóval játszott egy ilyen játékkal, amiben katonákat kellett lődözgetni egy kastélyban, akik foglyul ejtették az elnöknek a lányát, és azt kellett menni kiszabadítani egy kb. Egy ilyen John Wick-szerű főhőssel. Meg volt benne egy menő, napszemüveges főgonosz, aki a katonák vezetője volt, meg valami késdobáló algonosz, meg voltak benne egy menő, karomkezű ninjak. Egy szóval rengeteg élményt mesélt nekem erről, de még bizonyos szempontból az apámnak is tetszett, mesélt is nekem, hogy fú, úgy hullottak a katonák, mint a legyek. Na szóval tudjátok, hogy megy ez, tesóm teljesen bebolondított ezzel, hiszen rengeteget mesélt róla. Aztán úgy alakult, hogy végül valamikor valamilyen ügyben mi is bementünk családos tudva van valamelyik nagyobb városba, talán Pestre, nem is tudom, és akkor valamelyik pláza félébe, akkor bementünk tesómmal, és akkor megmutatta nekem ezt a játékot. Csak megjegyzem, hogy egy olyan játékról beszélünk, amit kb. Egy fél óra alatt végig lehet játszani, ha ügyes az ember, viszont mi mégis rengeteget tudtunk beszélni erről a játékról, kitárgyaltuk a karaktereket, a pályarészeket, és stb. Ami nagyon tetszett benne még, hogy igazi akciófilmes hangulata volt, már csak úgymond a trailerének is, ami akkor jön be, ha nem csinálunk semmit a gépnél, hanem csak várakozunk. Emellett a zené is nagyon tetszettek, az átvezető videói is, a játékban pedig folyamatosan felhangzó action, meg reload szavak pedig valósággal beleégtek az agyamba. Igazi mémé vált nekem is tesóm számára. És hogy még is volt ez a játék? Nos, egy igazi japán retro klasszikus, ami mostanra már sok részt megélt,
ez pedig a Time Crisis. There's been a kidnapping. It's Rachel, the daughter of the president of Sertia. Get into the castle and rescue Rachel. Sometime, somewhere, someone is plotting a government overthrow. A small republic is in danger. It's time for the one-man army. Richard Miller. She must be dead by now. Don't come! Rachel McPherson. Since you have traveled so very far, be my guest and let me entertain you. Gerudo Garo. Just to be sure. Wild Dog. Time Crisis. Your father will pay the price for destroying the Imperial rule. Richard, there's an emergency. There's been a kidnapping. It's Rachel, the daughter of the president of Sertia. The kidnapper is believed to be Gerudo, the last blood relative of the royal family. He lives in an old castle on the Northwest Island. He's demanding military secrets in exchange for Rachel's life. The deadline is sunset. We don't have much time. Get into the castle and rescue Rachel. The organized crime syndicate Wild Dogs is also known to be involved. Good luck, Richard. Na jó, srácok, csapjunk a lecsóba. Action! Na kezdődik. Na itt a kastély. This nation will soon be mine. This nation will soon be mine. The taste of revenge is sweet. Tipikus ilyen genyó ellenfél. Your father will pay the price for destroying the Imperial rule. What happened? We've been invaded. Támadásra állunk. Micsoda? Nem számít. My men will gun him down. Az embereim majd elintézik. There! Shoot him! Úristen, ez a zene! Jön már a japán John Wick. Na, adjunk nekik. Action! Hú, úristen. 5 évesnek érzem magam újra. Oké. Okay. Meg itt berobban ez a tengelyatjáró. Egy egérrel pont jó irányítani, így a bal egérgomba fedezék. A jobb egérgomb meg ugye a lövés. Action! Ugyad már a pajzusok. Nem baj, a japán John Wick-en esélyük sincs. Apád mellé. Ne, becsukolott az ajtó. Nem tudnak megállítani. Pár golyót kaptunk. Ja, ki kell lőni ezt? Ja, itt ez a trükkje, hogy kinyit van az összes katona, mert egyébként vagy egy percenált így lődözgetni kéne őket. Oké. A második areába vagyunk. Ja, azért jön az a kampó felül. Hogy a dolgot? Vigyázz, hogy lefejelik azokat a kampókat. Eddig nagyon jók vagyunk. Hú, mi mindig nagy élmény. Annyi év után, hány éve volt, hogy ezt először láttam. Hú, hogy felgyújtak itt. Nagyon jó, ilyen akciófilmes hangulata van a játéknak. Főleg ez a zene, imádom. Ajá, na veszhetünk egy életet. Remélem van elég pénz nálam. Jami. Egy lövés, egy halál, majd visszafedezéket. Halt! Action!
nagyon jó. Arra a kettő már is clear. Három pálya van és mindegyik három areából áll. A fősünk tényleg ilyen japán dzsongi, tehát egy hadsereg sem tudja megállítani. Húha. Ez már ilyen gépi kusok. Time's up. Szerencsé van nálam elég pénz. Ez a helikopter már nem sem részem, akit hirtelen. El is ment. Oké. Okay. Ajaj. Ezek a pirosak veszélyesek. A kékek az alapellenfelek. Kocsi! Elhúzott. De vannak a pirosak, meg még lesznek fehérek, meg van már vannak zöldek is. Meg ugye majd a ninja. Ugye azok is kemény csávók. Ja, itt egy bomba jön, erre emlékeztem. Ajaj. Már megint kipottam a munícióból, nem baj, van elég pénz nálam. Headshot. Yes! Akkor most az első boss, azt hiszem. Ott van Rachel! Na már is megmentjük, látja? Ez egy trap, ez egy hideri! Yeah, itt a menő ninják. Ez az arany színű az első boss. Nagy neki. Úgy, hogy gyorsak. Előttem a bázát, ezért pusztítom a kastélyát az ellenség. Oké. Oké, akkor már csak a fő van. Hol vagy? Ez könnyen ment. Első pálya kipipálva. Nem úgy egész hamar végig lehet játszani. Még két pálya van. It's all over. Már vége. The girl's at the top of that tower. A lány a toronyban van. She must be dead by now. Már halott lehet. Milyen keményen leütötte, láttátok? Na jó, adjunk nekik. Második pálya. Action! Action! Nem bírnak megállítani. Action! 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 Haladunk szépen a koronyba felfelé. Vagy már egy ilyen géppicsus. A fene, megint kifogtunk a munícióból. Nem baj. Itt virtuális pénz kell, nem valódi. Azt, egy gránát pont bekaptam. Nagyon jók vagyunk. Jó, hogy felgyújtak ott, figyelj ide. Annyira célozni se kell, hogy látjátok, lőni előre. Ó, beindult megint a jó zene. Tanonono, tanonono, tanonono. Imádom ezt a zenét. Ez mindig eszembe jut valahány szó a Time Crisis szóba jön. Tononono, tononono, tononono. Na. Ott a torony. Az idő pedig fogyik. Ne aggódj, Rachel, megmentelek. Action!
Ez már ilyen burzsújabb területre akarsz fémet. Hú, mennyien vannak. Milyen? Nem akarnak elfogni. Nagyon jó. A csilláron vannak. Egy lövés, egy hulla. Mi robbant itt fel? Ninja! Már is másik pálya felénél vagyunk. Ezen a pályán elintézik Sherudo-t, és a harmadik pályán pedig jöhet a Wild Dog. Kikapcsolta a lámpát. Jó, hogy sunyognak a sötétbe a kis mocskok. Freeze! Action! Yes! Arra a kettő a második pályán kipipálva. Arra a három startó. Ó, fogyik az időnk. Tök, hogy mindig ránéz a toronyra. Ezek a ninják nagyon menők. Ez a zene is tetszik. Nem egyszerű így célhozni maszkban, de megoldjuk. Szerencsére végtelen pénz áll a rendelkezésünkre, virtuális pénz, most végigjátszuk. Ezeket a pajzsot kipipálom, hogy ki kell mérni a fejlődést is szépen nekik. Aztának. Imádom ezt a zenét. Olyan jó, hogy szépen haladni és írtani őket. Tényleg olyan jó akciófilmes hangulat van az egésznek. Hiába régi játék már még. Megunhatatlan. Ninja! Szelugrik! Aki nem ugrott el. Oké. Ja, az én vagyok. Hoppá. Megijedtem a tükörképemtől. Na, megint kifogytunk a munícióból. De nem baj. Na és már is jön. Ó, ismét itt van Rachel. Look out! My name is Sherudo. I rule this nation now. Igazából a sztori szempontjából ő a fő gonosz, de ő bérelte fel Wild Dogot, de most őt fogjuk hamarabb legyőzni. De ő szervezte meg az elrablását Rachelnek, és Wild Dog vitelezte ki. Hú, ez kemény. Egy gránát az így. Egy gránáttal egyből kampó. Meg késeket dobál. A fene. Hú, kicsit nehezen megy, már megkapott pár golyót. Oké. Okay. Jönnek már a kis mocskok. Ők a fehérek az ő emberek. Ah, pont belém dobta, ahogy már meglőttem. Ma nehezen megy. Az én, hogy lekaszáltam őket. Már megint.
Oké. Okay. Na még egyes. Oké. Okay. Én is arrébb ugrottam, figyeltétek. Hősünk együtt próbálok fedezékbe ugrani. Reflex. Yes! Ennyi volt Sherudo. Epikusan átlőtte, lassítva. És már csak egy pálya van. Fúha. Kinyírtad a főnökömet? Most mit tegyek? Ki fog így fizetést adni? Nem hagyhatom, így érjen véget. Hú, de gonosz. Harmadik pálya. Na jöhet a finálé, srácok. Jó. Ebből olyan jó kis filmet lehetne amúgy csinálni. Simán ebből így az első részből. Kicsit persze kibővítve. Na, a főgonosz viszi a nőt, látjátok? Hát ezre, most már így teljes gőzzel küld rám az embereit. Így Wilder próbálj meglógni a lányjal. Na, pukkány elő, oké. Okay. Na, mi van? Granát. Nagyon jó, nagyon jó. Hoppá, ez baseball ütővel jött. Az a tipikus akciófilmek rész, amikor már megyünk a főgonosz után, a főgonosz emberei meg hullanak, mint a legyek. Tehát most a tipikus akciófilmes finálé. Jól leszettem onnan. Na, na? Mit akarsz te ott? Jaj, már megint a helikopter. És már megint. Dobhatjuk be a virtuális money. Oké, okay, megvan. Próbálnak megállítani? A japán John Wick-et viszont nem lehet ilyen könnyen. Yes! Esünk pánikba. Tökön lőttem, ha jól láttam. A ládák útban vannak. A fene. Ezek a látásra viszonyok. Reload! Szóval reload meg action ez. Mondom, komolyan mondom, ez gyerekkoromban ez így mémé vált számomra. Játszottunk tesómmal ilyen valamilyen lövöldözés játékpisztolyos játékot, és mondtuk, hogy action meg reload! És erről ez a játék tehetett. Na, emelkedj fel? Na gyere, bújj elé! A danger, danger. Jó, ott ment a láda, oké. Okay. Megint itt jön a láda. Nem trafáljuk fejbe. Ez pont a bevezető, átvezetőben meg kiment a láda. Na jó.
Nem baj, van még virtuális money. Virtuális coinunk. Ez egy tiszta akciófilmes, hogy játessük a korláton az ellenfél. Na, utolsó area. Ja, az ilyen irányító központ. Látod, hogy így úgymond ez a sziget központja, és a kastély központja. Ez a grát majdnem felébe trafált. Hol csúsznak, hogy lefele figyelitek? Az! Ez a baseball ütével arcba vágott. Szép, hogy felpukkannak előttem, láttátok? Oké, oké, nem esünk pánikba. Mik azok a fülkék? Valami WC fülkében bujkáltak itt a katonák, láttátok? Ott van Wild Dog! Még a megmaradt emberét így küldi ránk, hogy megállíts. Jó, az egy fő ninja! Mert már nem is emlékeztem. Még ez egy olyan ninja, ami az első boss volt. Virtuális coin, oké. Okay. Oké, gyere ninja. Ja, ennyi volt. Ott van Rachel, viszi a nőt! Hogy rohadna meg. Megyünk utána, nem lóg meg. Ez is ilyen burzsújabb rész. Megint. Ez ilyen szellemjártakastély, látjátok? Mozgó páncélok. Ott a szép ablakokat meg tropára vágják. Húha, les, jasson, jön a finálé. Let's end this once and for all. Just to be sure. Lejárt idő. Freeze! Both you and this stinking castle can burn for all I care. So long. Let me go! Hold it! Júj! De szerencsé csak válba lőtte, tehát nincs itt nagy gond. Na felhúzta hősünket. Na adjunk neki, gyere Wilddal. Hoj, tipikus leszámolás. Ez kemény. De izgi. Oké, nem esünk most a pánikba. Ez már a final boss, ezt már csak kibírjuk. Na, hol vagy? Rachel még rendben van. Megyünk utána! Hívja az utolsó megmaradt embereit. Megint egy baseball ütő. Igazi fénypisztolyos játék logika, hogy a főgonosz is egy átlagos ember, mégis bele kell lőni jó sok golyót. Míg az átlag katonában csak egy golyó kell. Ninja! A
Oké, okay, volt ninja? Volt nincs ninja? Gránátus? Nagyon próbálnak megállítani. De ha eddig eljutottunk, már nem állítanak meg. Megmentjük Rachel-t. Jaj, így elgyűl egy olyan korong. Korong a fenét. Fú, ez a csata igazi pénznyelő. Oké. Okay. Leszettem ezt a beugró csávót, ezt meg tökön lőttem. Ú, megint egy fő ninja, kamányi volt. Az nem volt kemény ninja. Mit robbangatod? Na, ki most már kapja a golyókat bőve. Gyere! Mutasd, mit tudsz váltal! Én megint kaptam egy gránátot. Mindjárt vége. Ne röhögjél. Megvan. Ja, a bomba kapcsolója kiesett a kezéből. Pá. Fú. Ez a végső csata még mindig király, ennyi év után is. Vagy a kastély is elkezdett felrobbanni, hogy így a bombákat aktiválta. De nem baj, hősünk viszi a nőt. Igazi akciófilmes befejezés. Megmentettük a jó nőt, a rossz központ meg felrobban, és helikopterrel elmegyünk a naplementébe. Hú. Minnyá, jó berobbant a kastély, a nagy pixeles robbanások elemésztik. Ó, mellettünk sirályok. Kellemezzenek. Hú, hát ez... Az eddig ennyi év távlatában is élmény volt végigjátszani újra. Én nem mondom, hogy... A játékteremben játszottam vele utoljára, tehát jó pár évvel ezelőtt valamikor már leszettem gépre, hogy is végigjátszottam újra. De... Jó pár éve volt még így is, hogy utoljára játszottam vele. Namco. Fiúk, lányok! Ez volt a Time Crisis. Még hogy fél óra, kevesebb mint 21 perc alatt végigjátszottuk az egész játékot. The End. Nos. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a jó kis retro arcade fénypisztolyos végigjátszáson. Ez volt a Time Crisis. Nos, fiúk, lányok, ez lett volna hát a Time Crisis. Egy igazi nosztalgia bomba, ami szintén elég meghatározó volt így gyerekkoromban. Ez volt az első fénypisztolyos játéktermi játék, amit láttam, de persze nem az utolsó. Ezen kívül még volt egy bizonyos zombis fénypisztolyos játék is, arra majd egy másik videóban. De igazából ez a kettő hatalmas élmény volt számomra, ahogy a minden más játék is. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a végigjátszás során, remélem tetszett nektek a műsor. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Ha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a jövőbeli videóimról, akkor a feliratkozások mellett a csengőt kapcsoljátok be. Köszi, hogy a mai napon velem tartottatok, és persze találkozunk. Legközelebb!